Nagy szeretettel köszöntöm Tokodi László domonkos atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekelőtt amen. És Kollár Lászlót. Lászlók és Szent Lászlóról fogunk beszélgetni. Ez nem tudom, véletlenül van-e így, hogy pont két László az, aki Szent László zarándoklatért felelős, ami minden évben elindul Debrecenből. Igen, hát reméljük, hogy minden évben, tehát tavaly kezdtük el, kiegészítve itt a Lászlós dolgot, hogy a templomunknak a védőszentjei Szent László, úgyhogy, és az egyházmegyének a védőszentjei Szent László, úgyhogy dobzódunk Szent László kegyelmében, és tavaly kezdtük el ezt az rándokutat, tavaly mentünk végig először Debrecenből Nagyváradig gyalogosan, és most idén szeretnénk ezt megismételni egy nagyobb, szélesebb körnek meghiedetve. Honnan jött az ötlet, hogy elzarándokoljanak, és tavaly is áprilisban volt ez az zarándoklat? Igen. Tavaly májusban volt ez a húsvét utáni negyedik hétvége, és ez azért történt így időszakilag, mert még 1914-ben az akkori nagyváradi püspök 10. Piuszt megkérte, hogy bár júniusban van a Szent Lászlónak a napja, de hogy akkor a diákok hazamennek, mindenki otthon van, és úgymond ki van ürülve a várad, és nem tudják méltóság teljesen megünnepelni az ő által épített templomnak a búcsúját, úgyhogy szeretnék, hogyha ezt korábbra tennék, és akkor 10. Pius pápa megengedte, hogy akkor húsvétot követően egyik vasárnap ünnepeljék, és ezt azóta idén 110. alkalommal ünneplik meg, és egy gyönyörű magasztos ünneplés láthatunk, illetve tapasztalhatunk itt vasárnap. És ehhez kapcsolódik akkor ez a gyalogos zarándoklat, igen, ami 3 napig tart. Igen, és az a gyalogos zarándoklat, ez csütörtökön indul, csütörtök, péntek, szombaton gyalogunk, és akkor vasárnap pedig az ünnepi szentmisén, ami egyébként a ottani magyarságnak a kéthetes fesztiváljának a nyitó ünnepe is, megünnepeljük a zarándokútnak úgymond a végét, és Szent Lászlót is. Miért pont gyalogos zarándoklat? Mert valahogy Debrecent úgy elhagyták így ezek a zarándokutak, így zarándokutak többsége így Dunántúlon, meg ahogy így a Mária út is úgy északra megy el, nyílségben megy át az országon, és így jött az ötlet, hogy akkor Debrecennek is legyen valamilyen, tehát ilyen kisebb Mária Pósig tartó zarándokutak, a Pák zarándoklata például van, de ilyen másik várost, vagy esetleg nagyvárosot érintő nincs, és így gondoltuk, hogy akkor legyen egy ilyen, és hát a igazi zarándoklat az a gyalogos zarándoklat, úgyhogy ezért választottuk ezt a módot. És mennyien indulnak ezen a zarándoklaton? Most így tavaly volt a próbaév, most tavaly mennyiben változott? Tehát így egy maréknyian volt olyan szakasz, ahol egyedül én voltam, de elindultunk egy nagyobb társasággal befejező szakasz, és az egy hetes volt, tehát és az úgymond a akadémiai évben, tehát az sok áldozatot követelt volna így a szabadságolások miatt, úgyhogy ezért nem is nagyon választották, de hogy most szeretnénk ezt így megkérdezni, most a csütörtök péntek, ez egy ilyen könnyebben, kényelmesebben kivehető, úgymond szabadság, hogyha valakinek azt kell kivenni, és most szeretnénk egy olyan 10-20 fős társaságot összehozni. Az elején és a végén biztos, hogy leszünk ennyien, de a lényeg az, hogy pénteken is, meg szombaton is ott legyünk ennyien. Mekkora táv? Közel 100 kilométer, tehát 102 pontosabban, és úgy van felosztva, hogy az első nap egy 35 kilométeres táv, második nap egy 30-as, harmadik nap pedig 35, ez most így 100-ra jött ki, de valahol még olyan az a néhány száz méterekkel még ez kiegészül 102-re. Uh-huh. És hogy zajlik ez a zarándokút, ha már lelki vezetője is van? Mennyire egyéni, mennyire kísért lesz, mennyire lesz lelki kerete ennek a 3 napnak? Ez egy zarándoklat, tehát hogy ugye ez egy imádságos menetelés végül is. Ugye hát mindenki az El Camino-ra akar elmenni, hát most nem kell annyira elmenni messzire, itthon is lehet zarándokolni, és imádkozni, és magunkba szállni, Istennel találkozni, tehát ez nem egy kirándulás, ugye ez talán fontos így tisztázni.
vagy egy túra, vagy nem tudom még mit lehetne. Tehát, hogy itt ez egy lehetőség Istennel való találkozásra. És ma önmagunkkal is persze, tehát, hogy vagy a bennünk lakozó Istennel, itt lehet sokféleképp megfogalmazni ezt. És hát Szent László adja a keretet, vagy ő lesz a közben járója ennek. De hát az ő életét is megismerni, ugye, tehát, hogy már készült tavaly is ilyen füzet, ugye, az ő életét bemutató, hosszú, tehát, hogy egy hosszabb leírásokat tartalmazó füzet, amit lehet, hogy nem is tudunk róla, ugye, Szent Lászlót hát ismerik is, meg nem is, tehát, hogy így olyan részletesen nem biztos, hogy az életét most, hogyha bárkit megkérdeznék ott az utcán, hogy elmondaná, de Szent Lászlóról már hallott. És, még és talán az évszámban is néhányan emlékeznek, igaz, hogy pontosan. Egy-két ilyen dolgot tudna róla, ugye, de azért, hogy most akkor Szent László is az imádság, vagy egyáltalán mit csinált ő, a kézlevágást az biztos mindenki tudja, de azon kívül tud-e még valaki valamit, hogy ugye ilyen szigorúbb törvényeket hozott, oké, de miért hozta ezt, vagy miben rejlik ez az ő szentsége igazából, ugye? Mert az, hogy valakinek levágjuk a kezét, az még nem élt szentségnek a mérőfoka, hanem itt másról van szó. Több száz évvel később milyen példát adhat ő a fiataloknak mondjuk, vagy a kevésbé fiataloknak hát, is? Hát nagyon aktuális szent, tehát igazából a férfiasság krízisben van. Tehát ezt szerintem nem én mondom most itt ki először, ezt így nyugodtan megállapíthatjuk, tehát itt tehát épp kézláb férfiakat alig találni. Ugye itt rengeteg embert lehetne említeni, kik dolgoznak azon, hogy a férfi társadalom valahogy életre keljen, és normális társadalom formáló erőként ugye megjelenjen. A családban is ugye édes apák hiányoznak, férjek, nincs is, aki elvegye a lányokat, tehát már ez sem egy opció, ugye, hogy valaki házasodni akar, ez már egy kuriózum lassan. A bátorság emberei hiányoznak a társadalomból, tehát akik kilépnek, akik ott állnak, akik tartóoszlopok, akik olyan katonák, vezérek, családapák, mint Szent László, tehát hogy ez ma, tehát ennél aktuálisabb téma, biztos van még sok, de azért ez is egy olyan, tehát hogy mi igazából hívjuk az embereket, hogy ezt is valahogy próbáljuk meg átelmélkedni, átimádkozni, és hát vagy kiformálni ezt a új férfi generációt, vagy nem is tudom. És még hogyha egy pár gondolatot hozzátehetnék, hogy a vezetői szerepnek gyakorlatilag egy nagyon-nagyon eklatáns példája, hogy egy nagyon mélységes, imádságos életet élve szilárdította meg a magyar királyságot, tehát hogy akár a törvényhozást, ahogy már Laci atya itt említette, hogy a úgymond a belügyi dolgokat, de ugyanúgy megvédte a kunoknak, a besenyőknek a betöréseitől. Az ő harcait követően olyan kb. 3-400 évig utána nem támadták Magyarországot keletről. Akkor Horvátországot Magyarországhoz csatolta, illetve hát együtt működést kezdeményezett. Tehát, hogy amellett, hogy egy nagyon első helyen nála tényleg az imádság volt és a Jóisten, hogy emellett a világban is egy szilárd követ, egy szilárd sziklát láthatunk a személyében, úgyhogy... Elsősorban akkor ez férfiaknak szól, ez az arándoklat? Ez körülbelül ugye egy picit körülbelül, ez, igen. Igen, így indult volna. Férfiaknak, férfiakért. Ennek ellenére eddig most csak nőkre jelentkeztek még. De azért, az mondom, ért. Ott van. Ugye, igen. És olvastam azt is, hogy ez valamennyire nomád tábor, tehát azért nem egy olyan szervezet, mint az El Camino, az ember minden bokorba talál egy szállást. Azért így Debrecen és Nagyvárad között ez nem ilyen egyszerű. Hát, de azért hát, megvan. Tehát a hátizsákot, meg azon belül úgymond a házunkat magunkkal kell vinni, de Álmosdon, ott a görög katolikus atya, illetve az utani parókiában, illetve a közösségi házban látnak minket vendégül, illetve hát Szentjobbon, ahol pedig
pont ebben az időben, illetve a Szent László idejében őrizték Szent Istvánnak a jobbját, ott egy árvaházban van nekünk szállásunk, és utána pedig már Nagyvárad jön, tehát olyan nagyon sok szállásra nincs szükségünk, de amire szükségünk van, az már megvan. Úgyhogy szálláson, hát igen, és hát önellátó, tehát nincs autó, aki viszi mellettünk a dolgainkat, tehát hogy itt is okosnak kell lenni, hogy akkor mit viszünk magunkkal, és tényleg így a terheket úgymond így végigvisszük magunkkal, és hát remélhetőleg megerősödünk az út végére. Szóval csupán ők jelentkeztek akkor eddig. Hát eddig, igen. De ez lehet a fiúk. Ők gyorsabbak. Igen, kis restsége is. Férfiak jobban meggondolják, de akkor bátorítjuk a férfiakat. Igen. Ma úgyis sok szó esett erről egyébként, hogy a férfiak imáját előtérbe kell helyezni, bár fontos összehozni a női-férfi imát is egyébként. Úgyhogy Szent László jó apropót adhat ehhez. Júniusban is azért megünneplik Szent Lászlót Nagyváradban. Mi a különbség egyébként a két ünnep között? Hát a júniusi nem voltam. Nem? Voltam. Én jelen nem voltam ott még azon. Hát mondom... Igazából ez az áprilisi, ami érdekelne, nem véletlen, hogy itt még... Nem igen. Véletlen, hogy ezt a dátumot kérték, uh-huh. vagy ezt a... Nem dátumot uh-huh. pontosabban, mert ugye ez mozgó ünnep, tehát a húsvéttól függ, hogy mikor van a búcsú. Én el tudom képzelni, mert hogy tényleg hát ott a nyár kezdődik, és hát a Balaton vonzóbb, mint egy ilyen izasztó zarándoklat, vagy búcsú ünnep akár. Tehát, hogy az emberekért is valahogy ez kell, hogy legyen. És ami viszont tavaly volt, tehát ez egy óriási nagy ünnep, ugye? Tehát rengeteg ember van ott jelen, újságok is hírt adnak azért erről, írt is adtak akkor is, és hát nem mindegy, hogy most tényleg pár száz ember van ott jelen egy ilyen búcsú ünnepen, egy nagyváradi székesegyháznál, vagy tényleg ezrek, vagy tízezrek, tehát, és oda jönnek, tényleg zarándokolnak oda a környékről ugye emberek, tehát hogy ez tényleg olyan, mint most a Csíksomlyót mindig kiemelik, de hogy azért más búcsúk is vannak, amelyek egy ilyen zarándoklatot beindítanak. Na. És nem csak Debrecenből, hanem máshonnan is persze, de mi most persze azért jöttünk, hogy ezt promózzuk, vagy... Így van, hogy modern szóval, ha mondjuk, de amúgy akkor ezúton is bátorítjuk azokat, akik gondolkoznak rajta, vagy ismernek olyan valakit, akik szeretnének gyalog elzarondokolni Debrecenből Nagyváradra április végén. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szent László zarándoklat, ha erre rákeresnek, ott megtalálnak minden információt. Bízok benne. Igen. Ha nem, akkor hívják a domonkosokat Debrecenben. Igen. Ugye ez így. De közösségi médiában megvan hirdetve, uh-huh. úgyhogy ahol ezzel találkoznak, ott jelentkezési lehetőség is van.